Hamvai Kornél eredetileg a Hülyéje címet adta a fordításnak. Azonban Fehér Balázs Benő, a darab rendezője átírta a szöveget. Így kapta a bohózat a Balek címet. Az átírás követően sokkal modernebb, érthetőbb, fiatalosabb lett a mű. A bohózaton bár sokat nevet a néző, mégis műfajilag közelebb áll a tragédiához, mint a vígjátékhoz. A nevetés ugyanis főleg annak szól, hogy a színpadon látott események csak a színészekkel történnek meg, nem pedig a nézőkkel. Ebben a darabban monomániás, önző és erőszakos emberek találkoznak egymással és küzdenek a túlélésért. Azt lehet megfigyelni, hogy amikor kettesben vannak, vagy amikor négy szem közt vannak, akkor mindenki nagyon őszinte, malíciózus, nyers, és ahogy bejön egy harmadik szereplő, vagy egy negyedik és ötödik, aki általában olyan, akit a néző egyáltalán nem vár, hogy megjelenjen, ebben van Födő legnagyobb ereje, akkor azt látjuk, hogy az előző két szereplő minden áron próbálja túlélni a jelenetet. Tehát, hogy az az egyetlen szándéka, hogy valahogy hazugságok és stiklik árán valahogy kimeneküljön a színpadról. Abban van a humora, hogy a néző látja ezt a feszültséget a valóság és a hazugság között. A rendező most dolgozik először a Móri Zsigmond Színház társulatának tagjaival. Ez alól a főszereplő László Lilia azonban kivétel. Budapesten kezdtek együtt dolgozni az Orlai Produkciós Irodában, és jelenleg is egy közös munka próbáit szakították félbe a Balek olvasó próbája miatt. László Lilinek ez már a harmadik darabja lesz a Nyíregyházi Teátrumban, azonban ilyen műfajban még nem dolgozott. Nagyon jól érzem magam, és az nagyon érdekes, hogy mind a három, amit eddig, illetve a kettő, amit eddig csináltam, és ez a harmadik, hogy műfajilag teljesen elválnak egymástól. Tehát az első volt a Mirmur kalandjai, ugye a mesedarab, utána jött az asszony, asszonynak farkasakolta I.M. Gáborral, és hát ez a harmadik, ez meg aztán egy teljesen más műfajú. És az is nagyon érdekes, hogy a három játszóhelyet így egymás után, tehát először volt a művésstúdió, aztán a kamara, és akkor most a nagy színpad, úgyhogy abszolút nagyon színes a palett. Idén is nagyon izgatott vagyok emiatt is. Férjek, feleségek, családi barátok, szeretők, inasok és szobalányok örvénylenek három felvonáson át. Ehhez még hozzájön a fiatal, alkotni vágyó rendező és a Nyíregyházi Társulat számos tehetsége. Minden adott tehát ahhoz, hogy április 28-án a bemutatón a néző végig kacagja a Megcsalók párizsi kalandjait.